A fekete sereg. Kiskunhalas. Az úrnak 1492. esztendejében történt, hogy Kinizsi Pál elé, aki ez idő tájt második ulászlót szolgálta, mint alsó Magyarország főkapitánya, két rongyos alak érkezett küldöttségbe. Egyikük volt nagy tiszteletű Karvaj Péter atya, Másikuk nemes tegzes Györny asszonyság, akik ugyan más-más faluból indultak útra, ám mindketten a széles kunság vidékéről jöttek, és abban sem különböztek egymástól, hogy a ruháik rongyossak, az arcuk beesett, a szemük veresre sírt, könyörgésük pedig egyként szívszaggató volt. Segíts rajtunk, Kinizsi Pál, míg van, akin segíthetsz, szólt az ősz Péter. A galádok egy hajnalon ránk rohantak, és mindenünkből kiforgattak. Egyikük még a templomba se átalott bétörni, és ott, ami megváltó Krisztusunk testét szentségtelen kézzel a földre szorván, az annak őrzésére szolgáló ezüst szelencét elrabolta. Nékem sem maradt másom, mint a pőre tisztességem, jó uram, hajolt meg tegzes Györgyné is kinizsi előtt. Lásd a saját szemeddel, hogy miként a rajtam lévő ruhát megszaggatták, új dulták fel szép otthonainkat, Vittek el minden terményt, állatot, s hagytak maguk után keserves pusztítást azok az elszabadult ordasok. Nem az első panasztevők voltak ők, akiket 1492. augusztus havában a főkapitány fogadni volt kénytelen. Egész seregnyen járultak elé a reábízott alsó magyarországi részekről, és mikor megkérdezte, kik azok a rablók, tolvajok, utonáló bitangok, a válasz mindig ugyanúgy szólt, a fekete sereg. Igazság szerint a Mátyás király által egykoron létrehozott félelmetes haderőnek ez a sok bajt okozó elvadult része immár csak töredéke volt a régi zsoldos seregnek, ám még ez a töredék is majd 9000 nagy haditapasztalattal bíró, alaposan felfegyverzett főre rúgott. A csehek, mert a legtöbbjük az volt, már rég elégedetlenkedtek, hiszen Ulászló folyvást csak ígérte nekik a zsoldot, pedig nem régiben is elkergették a viddinni passa seregét, így szabadítván fel az ostrom alól szörényvárt. Éhessek, rongyosak, és a király is ingyért várná el tőlük, hogy a magyar hazáért, amit ők a sajátjuknak sosem tekintettek, a vérüket ontsák, mondta ki az őszinte szót Váradi Péter kalocsai érsek, aki katonáival együtt kinizsit jött támogatni. Lásd, mi vélet Mátyás király fekete serege! Mióta Ulászló ül a trónon, a zsoldosok egy része szétszélett, mások Habsburg miksa szolgálatába álltak. Ez a sok bátor csevitéz meg, rablók csürhéjévé züllött, mely kedve szerint fosztogatja a magyar falvakat, városokat, bólintott a főkapitány. Hát nem elég nekünk a török, ami folyvást által tör a határon, most még a haza belsejében is féregrág? Muszáj valamit tenni, és mivel én volnék a délvidék főkapitánya, így nekem kell cselekedni. Hozzatok pennát, papírt, téntát, levelet írok a zsoldos sereg vezéreinek. Kinizsi, aki Mátyás idejében számtalanszor látta, milyen vitézül harcolnak a fekete sereg katonái, nagyra becsülte a cseheket. Épp ezért előbb okos szóval, de azért erőt is mutatva akart közeledni hozzájuk, mutatván, hogy jó szándék vezérli, múltbéli haditetteiket a német és török ellen nagyra becsüli, ám a galátságaikat rögvest be kell fejezniük, mert azt alsó Magyarország főkapitányaként tovább nem tűrheti. Bármi jó szándékkal volt is írva azonban a levél, mégis csúf sorsra jutott. Úgy mondják, a kunságot végigrabló zsoldosok épp halas közelében, a később ennek okán Fekete-hegynek nevezett dombon vertek tábort, amikor a küldönc beérte őket. A fekete sereg maradékát három csevitéz vezette, akik nagy derültséggel bortól mámorosan olvasták végig Kinizsi üzenetét, majd midőn végeztek vele, szétszaggatták, és csizmáig talpával még meg is taposták azt. Közöld a Délvidék főkapitányával, hogy sem tőle, sem az ő gyenge hitszegő királyától, sem az általuk vezérelt maréknyi haderőtől nem félünk, halsogta ezután a zsoldosok parancsnoka. A magyar falvakat, városokat nekünk igenis jogunk van fosztogatni, mert a ti ulászlótok rútul becsapott minket. Meghalván ezt Pál iszonyú haragra gerjedt, ám midőn kitombolta magát, ismét pennát, papírost, téntát hozatott. Ezúttal Ulászló királynak írt, kérvén annak engedélyét, hogy a fekete sereg maradékával leszámolhasson. A felhatalmazás meg is érkezett, ám a cseh fővezérnek abban igaza volt, hogy Kinizsi alig bírt valamicske hadrafogható katonasággal. A török Erdélyország irányából, a Habsburg pedig nyugatfelől fenyegette a hazát, ám amíg ellenük a nemesek legtöbbször szívesen hadakoztak, félő volt, hogy inkább otthon maradnak, ha megtudják. Most a fekete sereg ellen kell vonulniuk. Bontsunk zászlót a török elleni hadjárat ürügyén, mondta ekkor Kinizsi Pál, aki nem csak erős, de igen ravasz vezér is volt. A kontyos ellen a kunkapitányok bármikor szívesen rántanak kardot, és ha a turbán alól kell vért fakasztani, a városok nemes ifjai sem maradnak otthon. Hirdessünk hát népfelkelést, a falvakból pedig szólítsuk elő a régebbi hatfikat, és velük a bátrabb parasztokat is. Aztán, ha már együtt a sereg, úgyis én mondom meg, merre menjenek, és kit halomra. Minden úgy is lett, miként azt a főkapitány elképzelte. Fürgelábú lovaikon szerte vágtattak a hírnökök, és mindenhol arra szólították föl a népet, hogy gyülekezzék Kinizsi zászlaja alá, mert a török már megint nem fér a bő bugyogójába, hát Móresre kell tanítani. Mikor aztán a kunkapitányok, a városi katonák, a korábbi harcokban megedzett férfiak és a kiegyenesített kaszákkal, suhogó szekercékkel felfegyverkezett parasztok mind együtt voltak, Kinizsi Pál kiállt elébük, hogy immár őszinte szóval megnevezze a valódi ellenséget. A fekete sereg említésére néhányan mindjárt sarkon fordultak, Ám a többség, akinek tanyáját, házát, faluját, városát, a csemartalócok szintén fenyegették, ha épp már ki nem rabolták, lelkesen követte a főkapitányt. A hadjárat kezdetén Kinizsipál először felderítőket küldött szerte, akik hamarost jelentették, hogy a fekete sereg halas mellett egészen elfészkelte magát, domonáló tábora köré szekerekből építvén erős várat, amit ráadásként hegyezett karókkal megtűzdelt földsánccal kerített körbe. A főkapitány sietős menetbe rendelte seregét, mert tudta, minél tovább késlekedik, a csehek annál inkább felkészülhetnek a fogadására. A gond csupán az volt, hogy a talpasoknak kevés szekér jutott, Gyalogosan pedig sokkal lassabban haladtak, mint a lovasok, akik nagy merészen kun hajtva bizony hátra is hagyták őket. Ebből aztán épp csak katasztrófa nem lett, mivel az előre vágtató vitézek összeakadtak a csehek 700 fős sportjázó seregével, akiket dühükben ott helyben le is rohantak. A hirtelen csata, amit senki nem tervezett, előbb a magyarok diadalát ígérte, majd a fekete seregnek kedvezett ám végül a dühös kunvitézek addig kaszabolták a cseheket, míg azok halas felé elmenekültek. Mikor Kinizsi végre a falu közelébe ért, a saját szemével győződhetett meg arról, hogy a fekete sereg vezérei bizony jól értenek a hadi tudományokhoz. A tábor köré, ami egy nagyobb dombra épült, a csehek nem csupán sáncot és szekérvárat húztak, de hozzá a nyugati oldalon a halasiakkal még mély árkot is ásadtak, amibe aztán vizet vezettek, hogy a falu felől védve legyenek, és ha netán elhúzódna az ostrom, nehogy szomjan halljanak. Ezt a csigát ítélet napig se piszkáljuk ki a házából, mondta homlokát ráncolva a váradi érsek. Vannak odaben vagy kilencezren, és mivel ételben, italban, fegyverben nem látnak hiányt, eszük ágában sem lesz a válukból előkecmeregni. Én azért mégis megpróbálom rábeszélni őket, mosolygott Kinizsi, majd intve a hátul várakozó pattantyúsoknak a fák közül előre tolatta azt a három kis ágyút, amit magával hozott. Miközben sűrű pukkantásokkal a golóbisok rontani kezdték a csehek szekértáborát, a főkapitány középre rendelte jó vasasait, a jobb és bal szányra pedig kiküldte fürge könnyű lovasságát. Mikor a martalócok látták, hogy az ágyuk lassanként elemésztik őket, Kinizsi serege viszont sokkal kisebb, mint az övék, kitódultak a mezőre, és lovasságukat zárt négyszögbe rendezve gyilkos rohamot indítottak. A két ellenfél úgy csapott össze, mint a nyári fergeteg villámokat szóró sötét fellegei. A csehek bőséges tapasztalattal nagy elszántsággal rontottak a magyarokra, biztosra véve, hogy egyetlen nagy nekibuzdulással leseprik őket a föld színéről. Úgy tetszett, nem is kell csalatkozniuk, mivel a vasasok lassanként hátrálni kezdtek, és a könnyű lovasság sem volt képes rést ütni a fekete sereg oldalába. Kinizsi mégsem nyugtalankodott, csak várt és szűkült szemmel nézte, miként alakul a csata, és mikor már váradi érsek is kezdett megijedni, hirtelen kürtöt fúvatott. A parancsot halva a vasasok sebes menekülésbe kezdtek, példájukat a könnyű lovasság is követte. Ezt látván a csemartalócok vad diadal üvöltéssel rontottak a magyarok után, biztosra véve, hogy azokat immár mindegy szállig levághatják. Ekkor Kinizsi ismét jelzett, mire a kürtösök új parancsot kezdtek fújni. A vasasok megfordultak, megint csak az ellenség felé vágtatva, míg két oldalról a kun lovasok szálltak vissza a harcba, a rablók háta mögül pedig, láss az eladig ügyesen rejtőző talpasok eget szakajtó ordítással vetették rá magukat a döbbent csehekre. Négyfelől körülfogva, miközben kaszák vágták el lovaik inát és fokosok zúzták be sisakjaikat, a martalócok immár percek alatt elvesztették a csatát. Halason még sokáig emlegették, mi szörnyű bosszút állt Kinizsi a magyar földet fosztogató cseh akik közül sokat ott helyben kerékbe töretett, Másokat viszont, akik hűséget fogadtak a királynak, újra besorozott. Mondom, Kiskun Alason még ma is emlegetik ezt a csatát, pedig a tudósok már bebizonyították rátalálván az egyik csezsoldos emlékirataira, hogy mindez a véres öldöklés nem is ott a halasi fekete halomnál történt, hanem messze tőle a szerémségi Szeged-Nic mezőváros közelében, Halászfalván. Akár így, akár úgy esett, Annyi bizonyos, hogy a híres fekete sereget második ulászló 1493. január 6-án kelt rendeletével végképp feloszlatta.